Idén is gólyadömping volt Hövenyesen, ahol a Kodolányi minden évben megrendezi a friss főiskolások háromnapos buli maratonját gólyatábor néven. Évele boldogan, áldásom rád, ő talán elvisel minden vitát, én már távozom. A 350 elsős és még 100 felsőbb éves diák egész komoly hangulatot teremtett. A harmadik nap végére már nem igen akadt iható alkohol a tábor területén, viszont a sátrak között egyre nagyobb lett az átjárhatóság, és mindenki megtalálta amit vagy akit keresett. Szerintem egyre jobb a tábor, több a lány résztvevő, aminek szerintem mi férfiak nagyon örülünk, és a koncertek is szerintem jobban sikerültek, mint a tavalyi évhez képest. Azért akadtak a bulizás mellett egyéb programok is, amikért idén a Hög felelt. A csapatokat szakok szerint osztották be, és csoportvezetők segítették az eligazodást két feladat, vagy éppen két más nap között. Főként csapatért építő tréning jellegű programokat, csapatversenyeket, ismerkedős esteket és tájékoztató jellegű esteket szerveztünk. Gólyáim műve volt. Én nem tehetek semmiről, ártatlan vagyok. Szerintem a vállalkozó szellemmel nincs probléma. A csapatépítés mellesleg nagyon jól sikerült, a kommunikációs szakos gólyákat legalábbis nagyon összehozta egy várva várt vendég, aki végül ugyan nem jött el, de ez a hangulatokon mit sem rontott. Mi itt vagyunk, nem úgy, mint az azsú, lény is jól csúszik, az azsú! De azért hírességekből sem volt hiány, a második nap sztár vendégei pedig már régi ismerősként érkeztek. De nem ez az első alkalom, hogy Kodolányi és Bulin vagyunk. Székesfehérváron voltunk már nem is egyszer nagy örömünkre, illetve a Molerusban voltunk még egy nagyon jó Kodolányi rendezvényt, tehát nagyon szép emlékeket őrzünk. Mi is rólatok? Bár a fiúk DJ minőségükben jöttek el, azért nem hagyhatták ki az egyébként a tábor fénypontját nyújtó szépségversenyt sem. Itt komoly és komolytalan keretek között, ugyanis ők is a zsűri tagjai voltak. Tényleg nagyon szép lányok vannak, évről évre szebbek. A Kodolányi az egyébként is arról híres, hogy nagyon csinos lányok járnak ide. A buli megvolt, a csajok szépek voltak, a srácok bevállalósak, a beavatáson túl vagyunk. Találkozunk a suliban.